Köszöntöm a közéleti magazin nézőit! Rengetegen vettek részt a Szekszárdi Törvényszék Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó rendezvényein. Az érdeklődők a civilek előtt szinte mindig elzárt területekre mehettek be, érdekes gyakorlatias előadásokat hallgathattak meg, részt vehettek egy büntetőperen és egy tárlatot is megnézhettek. Civilekkel telt meg a Szekszárdi Törvényszék aulája, de nem csak ettől volt különleges ez az alkalom. A felvételek ugyanis este a Múzeumok Éjszakája országos programsorozat ideje alatt készültek. Az épületbe szabad és ingyenes a belépés a mai napon. Különböző programokkal készültünk a kedves vendégeknek, minden korosztályra gondoltunk, a legkisebbektől az idősebbekig. A törvényszék legszebb tárgyaló termében egy úgynevezett perszimulációt nézhettek meg az előre regisztrált vendégek. Ez lényegében egy elképzelt büntetőper statisztákkal történő teljesen hiteles eljátszását jelentette. Bírósági kollégák, közöttük bírák, illetve titkárok, ügyintézők, fogalmazók egy valóságos megtörtént tárgyalásnak, bűncselekménynek dolgozzák fel az eseményeit. Talárba, jegyzőkönyvvezetővel és hallgatóságként részt vehettek ezen a látogatók. A vastag acélajtóba épített beléptetőrendszer riasztója jelezte, hogy ez a kapu szinte soha nincs nyitva, így civilek ide az év legnagyobb részében egyáltalán nem léphetnek be. A törvényszék épülete alatt húzódó pincében található bírósági levéltárban járunk. A szervezők különleges tárlatvezetéssel készültek ugyanis. A bíróság épületét a pincétől a padlásig mutatták be az érdeklődőknek, akik így mások mellett egy vastag acélajtóval lezárt légvédelmi pincét is megnézhettek. A pincétől a padlásig mutatja meg az épületnek a különböző szegmenseit, olyan érdekességekre is kitérve, mint a rabőrző, a titkos szoba, illetve a dísztárgyaló termek, a Szekszárdi Törvényszék elnökének irodájába is betekinthetnek a látogatók. Tessék! Vitték is bélyékre. Ebben sincsen talposan. Száraz bélyegzőt próbáltak ki eközben egy másik látogató csoport tagjai a legfelső emeleten a kifejezetten erre az alkalomra berendezett bíróság történeti kiállításon. A programokra előzetesen a Szekszárdi Törvényszék internetes oldalán lehetett regisztrálni, amit rengetegen meg is tettek. Szekszárdiak vagyunk, és a feleségem a Facebookon látta megosztva egy ismerősénél, és onnan jött az információ, és kíváncsiak voltunk, mert mi is még nem voltunk ilyen helyen, hál' Istennek. Totót tölthettek ki a törvényszékre érkező vendégek, sőt a legjobbak még ajándékot is kaptak. Különböző korosztálynak bírósági kvízkérdésekkel készültünk, 14 év alatti középiskolás, illetve 18 év fölötti korosztálynak is külön-külön kvízkérdést állítottunk össze. Hogyha ezt leadják a látogatók, akkor a program végén javítva visszakapják a kvíz teszteket. Látogatók kedvébe szerettünk volna járni. Összesen 6 programmal készültünk, aki ebből 4 programon részt vesz, és egy pecsétet a látogatási lapra, amit szeretnék megmutatni, rögzít, akkor kis csokoládé jutalmat kap. A Szekszárdi Törvényszék épületéről is egy külön előadást hallhatnak, ahol egy számítógépes projektorra kivetített képi segédanyaggal tudják megszemlélni azt, hogy mégis milyen volt az épület a 2004-es felújítás előtt, illetve hogy milyen a mai állapotában. Van még egy nagyon érdekes előadásunk, Könnyű zene, komoly bűncselekmény címmel. Az egyik bíró kollégám zenei inspirációval egybekötve tart egy nagyon érdekes ismertető előadást, ez is a program része. A Szekszárdi Törvényszék munkatársai először csatlakoztak a Múzeumok Éjszakájához, de a rendezvényük olyan sikeres volt, hogy már most a folytatást kezdik szervezni. Minket is meglepett, hogy mennyi érdeklődő volt, és mennyire érdeklődtek a rendezvényünk iránt, kíváncsiak voltak a bíróság munkájára. Nagyon reméljük, hogy a rendezvényünkkel minden érdeklődő kíváncsiságát és kérdéseit ki tudtuk elégíteni, és válaszolni tudtunk azokra. Tervezzük ezt a rendezvényt megismételni szeptemberben egy digitális rendezvényel, amikor bemutatnánk a 21. század technikáját, a bírósági fejlesztéseket ugyanilyen nyílt nap keretében, és amennyiben ekkora sikere volt a rendezvényünknek, elgondolkodunk rajta, hogy jövőre is ugyanitt a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez csatlakozva folytatnánk ezt a kezdeményezést. Aki tehát most lemaradt a törvényszéken tartott programról, annak sincs oka aggodalomra. Szeptemberben ugyanis újra kinyílnak a bíróság civilek előtt leggyakrabban zárt ajtói.
Jó ütemben halad a Paksra tervezett új atomerőművi blokk építésének előkészítő munkája, a létesítmény már több mint 300 engedéllyel rendelkezik. A Paks 2 projekt jelenleg több mint 300 engedéllyel rendelkezik, ezek közül kiemelt jelentőséggel bír a környezetvédelmi, a telephely, az előzetes vízjogi, a villamos energiarendszerhez való csatlakozási engedély. Ezek túl azon, hogy engedélyek, a tervezéshez használható alapadatokat is tartalmazzák. Ezek az engedélyek azért is szükségesek ebben a fázisban, mert túl azon, hogy engedélyek, ezek alapadatok, alapinformációk, úgy is hívjuk mi azt, hogy tervezési alapadatok, amelyeket a beruházó fővállalkozójának odaadjuk a kiindulásként, és a terveket ez alapján kell, hogy elkészítse. Az atomerőművek életciklusának egyik fontos szakasza az előkészítési fázis, amely a létesítési engedélykérelem megszerzésével zárul. Ez az atomerőmű építés legkomplexebb engedélyezési folyamata. Horváth Miklós azt mondta, az ő adatszolgáltatásuk alapján az orosz fél elkészít egy műszaki tervet, amelyből közösen egy biztonsági jelentést állítanak össze. A munkát több száz magyar és orosz műszaki szakember, mérnök végzi. Az így elkészült biztonsági jelentés számos egyéb csatlakozó dokumentummal együtt alkotja a létesítési engedélykérelmet, amelynek benyújtása fontos mérföldkő a projektben. Nyilván a más engedélyek is kellenek hozzá, és még a kivitelezésed is kell számos engedély, de a létesítési engedély kérelem és annak a pozitív elbírálása az egy olyan mérföldkő, ami alapvetően meghatároz mindent. A munka részleteiről a Paks 2 ZRT vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy az adott technológiát a telephely adottságaihoz, a magyar szabványokhoz és jogszabályi környezethez kell igazítani. Hozzátette, az atomenergetikában az úgynevezett első betonbeöntését szokás a fizikai munkálatok indításaként említeni, de a tényleges munkálatok a Paks 2 projektben elindultak, elkészült az a transzformátorállomás, amely villamos energiát biztosít az építkezéshez, illetve június 20-án megkezdődött a beruházás felvonulási területén az első épületek kivitelezése. Régi új elnöke lett a Szekszádi Rotary Klubnak, Kiszler Gyula újabb egy évig áll majd a szervezet élén. A Rotary Klubok tevékenyen vesznek részt a városaik életében, ez a Szekszádi Egyesületnél sincs másképp. A szervezet elnöke azt mondja, a tagok átlag életkora magasnak számít, a klub céljai közé tartozik a fiatalok figyelmének felkeltése a tevékenységük iránt. A Rotary Klubok behálózzák az egész világot. Ezen klubok kötelességüknek tekintik, hogy humanitárius, oktatási és kulturális programokat szervezzenek világszerte. Szekszárdon már 21 éve, 1998 óta működik a klub, és ez alatt számos területen nyújtott segítséget. Emlékezzünk csak a kórházaknak nyújtott adományokra, a faültetési akciókra, vagy a bératéren álló vakokat segítő térképre. Az akciók minden esetben segítik Szekszárd város elképzeléseit. A szervezet éves csártáján minden évben új elnököt avatnak, azonban idén rendhagyó módon Kiszler Gyula maradt a klub elnöke. Most a következő elképzelésünk pedig az, amit a főkertész asszonnyal is már megbeszéltünk, hogy folytatnánk esetleg a Kálvária alatti területnek a fásítását, zöldítését, hiszen ott először fákat ültettünk el, az idén 180 különböző cserjét, ami díszíti azt a hegyoldalt, és elképzeléseink voltak, hogy mivel lehetne azt folytatni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a gyermekotthonban egy olyan találkozó helyeket próbálunk kialakítani, illetve már el is kezdtük annak a kialakítását, ami a következő Rotary évben folytatódik, és ez azt jelenti, hogy 3, 4 vagy 5 olyan padot, asztalt és föléje valami olyan esőálló szerkezetet gyártunk, ami lehetővé teszi, hogy a hétvégén megjelenő gyermekek találkozhassanak esetleg szüleikkel, hozzátartozóikkal, barátaikkal. A Rotary Klub folyamatosan nyitott a fiatalok felé, számos akciójuk nyújtott segítséget a tehetséges ifjaknak, mondta az elnök. Most kapcsolatot tartunk az iskolákkal, és megpróbálunk mindent elkövetni a lehetőségeinkhez képest, hogy a tehetségeket ott dotálják egy kicsit, akár anyagilag, akár könyvekkel. Ezt a tantestületekre bíztuk. A Szekszárdi Rotary Klubban 25-en vannak, de a klub életében is jó lenne a fiatalitás, csak kevés ember kerülhet be hozzájuk, és nekik is a klubba kerülés előtt rotaristáknak kell lenniük. Folyamatosan a bővítés a lényeges.
természetesen nem lehet konzerválni a dolgokat, a mai kornak megfelelően kell kommunikálni, a mai kornak megfelelően kell azokat az üléseket, azokat az elképzeléseket is megvalósítani, amit a fiatalabbak is elfogadnak. A klub működését nehezíti az, hogy a tagok átlag életkora elég magas. Az elnök szerint ez szerte a világban gondnak számít. Ugyanakkor könnyebb dolguk lehet akkor, ha a 21. század rohanó világával ők is lépést tartanak. Világszinten az előregedésnek a jelével is küszködnek. Megváltozott a világ, megváltozott minden, a Rotarynak is meg kell változni. A helyzet az, hogy a mi dolgunk az, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni, anélkül, hogy sérüljön valami is. Hiszen én a mai világban azt kiejteni, hogy a barátságon alapul minden is, az őszinte barátságon, hát ez hiszen azt hiszik, hogy ez valami olyan dolog, hogy hát ez micsoda, amikor én nyomogatom a különböző dolgaimat, és az őszinte barátság tartja össze tulajdonképpen azt a pillanatnyilag Szekszárdon is 25, remélhetőleg majd több tagot számláló Rotary klubot, aminek úgy szoktam mondani, az oldalvizén meg tudunk oldani mindent. Minden találkozón így idén is megkoszorúzták a Rotary emlékművet. Az elnök azt mondta, hogy a szervezetben a barátság egy erős összetartó erő, ezáltal tudnak hatékonyan és jól működni és a feladataikat ellátni. Nagymányok, mint a kistérség egyik legnagyobb települése is kereste az elmúlt években azt a populáris nagy rendezvényt, ami elnyeri a település lakóinak tetszését, és amelyen a gasztronómia és a kultúra hagyományőrző módon jelen van. Ez a rendezvény a tavaly indult Pityóka Fesztivál, ami idénre már elnyerte a helyi lakosok és a meghívott környékbeliek szimpátiáját. A kistérségi alközpontnak is nevezhető Nagymányok már régebb óta kereste, és talán most meg is találta a jelekből ítélve azt a gasztronómia és a kultúra találkozásának is nevezhető rendezvényét, ami hosszabb távon fennmaradhat, ami az egész települést idővel és egy kicsit a környéket is megmozgathatja. A burgonya, közismertebb benne a krumpli, Széchenyi nevén pedig a pityóka, már a tavalyi debütálásnál névadója is lett a Nagymányokjak fesztiváljának. A rendezvény megszervezését a helyi Széchenyi kör vállalta magára. Ez a Széchenyi körnek volt, a Nagymányoki Széchenyi körnek a kísérlete. Tavaly jól sikerült, most úgy látszik, hogy még jobban az idei, még több jelenkező volt a főzésbe. Tavaly volt 5-6, most már vannak 13-an. A főzőverseny eredményhirdetésével indult a rendezvény, a Pityóka Fesztivál. A tésztafélék kategóriában szigorúan az itt termesztett krumplikból, stílszerűen szólva a pityókákból, kenyér és tésztafélék készültek, sőt a székely szakácsi fantázia odáig is elment, hogy pityókából készült maga a tál, amiben a zöldséges húsos étel került, amivel kategória győztes lett készítője. A húsételeknél második helyezést elért Sejem Márton érdeklődésünkre elmondta, a marhahúsos ízvilág megjelenítésekor a pityókának egyáltalán nem elhanyagolható szerep jutott az ő főztjébe. Különleges pityókát választottam, egy úgynevezett sárga pityókát, aminek teljesen más az állaga, az összetétele, mint az egyéb krumpliknak vagy pityókáknak. Saját termés? Igen, saját termés, és mondhatom azt, hogy bio. És ez még plusz is. És ez is adott plusz élvezeti értéket? Igen, így együtt a kettő kombinálva, ez egy olyan ízvilág, különleges ízvilág, a krumplinak a kicsit olyan kásás, ugye? És ezáltal a maga az étel tartalmasabb lesz és élvezhetőbb a krumplinak a jó íze miatt, és a marhahús ugye az elmaradhatatlan, és ezért ezt lehet provokálni egy ilyen vegyes kombinált pityóka étellel. Mindenbe bele lehet rakni, minden, és a sokkal jobb az a tészta, amiben benne van a krumpli, puha és foszlós lesz. Tehát könnyű lesz az étel tőle. A kulturális műsor a Nagymányoki Német Nemzetiségi Glück auf Egyesület kis táncosainak fellépésével indult, és fél órára legalább kérték a kicsik a nagy érdemű figyelmét, a kismányoki aprónépek, a nagymányoki pitypangovoda és a kis zelke csoport képviseletében.
Magas szinten is a helyét megálló produkcióval jelentkezett Kosnás Árpád, helyi táncos koreográfus, öt székely táncos című produkciója, amely quintetben a legfiatalabb táncos egy 6 éves kisfiú volt. Székelykörben is a közös, a Nagymányoki Székelykör, felen Kismányoki és felen Nagymányoki. Tehát így összehoztunk egy közös, közös egyesületet, és az egyesületből 27 tag volt az elején, 2015-ben. És most 143-an vagyunk. A Nagymányoki Székelykör Egyesület működteti az énekkart, amelynek több tagja is szerepel a 70 tagú Bukovinai Székelyek Egyesített Híres Kórusban. Ez a több magyarországi bukovinai gyökerű településből összeálló énekkar erre az alkalomra a Pityóka Fesztiválra is összeállt. És mint kiderült, ez volt a főpróba a közelgő, várva várt csíksomlyói fellépésük előtt. Majd 4 évtizede annak, hogy először rendezték meg a kaposmenti fiatalok találkozóját Szakályban. A környék településeinek lakói számára a rendezvény különleges jelentőséggel bírt évtizedeken keresztül, hiszen az összetartozási jelképe is volt a találkozó. Az idei szakályi programokkal is a múltat idézték meg. Színpadi produkciók, autóbemutatók, koncertek színesítik minden esztendőben a kaposmenti fiatalok találkozóját. Az idén 39. születésnapját ünneplő rendezvény annak idején is a térségi összetartozás egyik jelképe volt. Erről is beszélt megnyitójában Törő Péter, a rendező Szakály polgármestere. Azt gondolom, ez a rendezvény a község minden egyes tagjának fontos, mert aki az elmúlt 39 évet megérte, és a mai nap is itt van velünk, az át tudja adni a fiataloknak azt a szeretetet, azt a megbecsülést, azt a jó kívánságot, amit ez a rendezvény kívült magának, és nyilvánvalóan ezek a fiatalok látják azt, hogy ezt hogyan kell csinálni, és szükségük van a falunak erre a rendezvényre, szükség van erre a rendezvényre a környező településeknek, mert ez így indult ezelőtt 40 éve, és egy fontos rendezvény a külség életében, amire összejövünk idősebbek, fiatalok, és ilyesmi jól érzi magunkat. Az idei esztendő programjának kialakításában is a visszaemlékezés, vagy ahogy manapság hívják, a retro vitte a főszerepet. Fajerbach Szabolcs a főszervező szerint fontos volt a múlt felidézése. A találkozónak még megvan a maga vonzereje, jelentette ki. Ez egy nagyon régóta megszervezett rendezvény, ugye 73-ban kezdték el annó az elsőt, most a 39-et szervezzük, és igazából a fellépők és a vendégek is úgy Dombovártól Simontónyáig az összes településről vannak, jönnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igenis, igen van. Nekünk nagyon sokat jelent, mert ugye személyesen nekem is, mert én 200 méterrel innen nőttem fel, és én itt voltam a 80-as években is az elsőkön, most úgy mondom, a 8-on, 10-en biztos. Úgyhogy mondjuk akkor teljesen más volt az embereknek az innerküszöve, más volt minden a világ is, de azért próbáltuk egyébként a mostanit egy kicsit ilyen nosztalgikusra csinálni, és majd látni fogjátok, hogy vannak veterán járművek, meg ugye a Kovács Kati lesz a sztárfellépő, a Nádas Gyurit hívtuk meg, tehát egy kicsit így a 80-as éveket visszahozni, vagy azt a régi szép világot. A 80-as évek a humor szempontjából is másmilyen volt, hiszen a kamaré pontos képet rajzolt mindarról, ami körülvette az embereket a politikától a fociig. Ez ma másmilyen, mondja Nádas György, az ismert humorista. Redukálódott a humornak a fogalma a stand-upra, ami elég nagy baj, mert egy kabaré az állt dalokból, jelenetekből, magánszámokból és a konferenciéből. Ebből maradt a konferencié lebutítva stand-upra. De nekem nagyon hiányzik az a fajta humor, illetve az a kabaré, ami bizony annak idején még a 80-as években jellemezte az országot. Mindenki büszke volt arra, hogyha hazánkból elszakadt
emberek hazajöttek, hazalátogattak, akkor rögtön a kabaré volt az első, mert akkor tudták a lenyomatát annak a kornak, ami éppen akkor volt. Nagyon egyszerűsödött a dolog, ez olyan, mint a rágógumi, hogy az ember rágja, amíg érzi az ízet, amikor nem, akkor elköpi, de fogalmam sincs, hogy miről beszéltem tegnap előtt. Nekem hiányzik az a fajta kabaré, ami akkor volt. Ami mostan, ez meg a mai fiataloknak szól nyilván. Még ismerem a fiatalokat, és még ismertem azokat a nagyon nagy öregeket, gondolva itt akár Kellér Dezsőre, vagy Tabi Lászlóra, vagy Moldova Györgyre, aki ebben a műfajban is nagyon-nagyon sokat alkotott, és hát nem beszélve, illetve beszélve Marton Frigyesről, aki az egész rádiókabarénak, meg annak idején a Mikroszkóp színpadnak is az atya volt. És hogy mi a retro, kinek mi, mondja Kovács Kati. Hogy a maiak közül lesz-e olyan, aki maradandót alkot, azt majd az idő eldönti. Mostani rádió felvételek, azok vajon 15-20 év múlva ismerősek lesznek az embereknek, mert ezek azért nagyon jó sikerült dalok voltak, jó szerzőpárosok írták. Most rengeteg dal van, de nagyon nehéz kiválasztani belőle azt, ami az embereknek tetszik, mert azt is mondhatnám, hogy dömping van. Soha még ennyi zenekar, ennyi énekes, ennyi előadó még nem volt, mint mostanában. És az idő fogja bebizonyítani, hogy miből lesz majd esetleg retro. Igazán a forradalmi változást az első Magyar Tánca Fesztivál hozta. Mert onnantól kezdve lehet számolni azt, amikor jöttek az új emberek, és a régiekkel együtt versengtünk, ez így volt helyes, és amiből sláger lett, az tovább élt, akinek nem volt sláger, az nem egzisztál tovább, de fogalmam sincs, egészen az idő múlását mi veszük észre a legkevésbé. Onnan veszük észre, hogy hány évesek a bátyámnak a gyerekei, a húgom gyerekei, vagy az unokái, onnan tudom, hogy nekik már retro, de azok, akik éneklik a mi dalainkat, a fiatalok, azoknak nem retro. Azoknak a napi, hogy is mondjam csak, szereplési lehetőség a kenyér, mert annyira sok jó dalunk volt, nem csak nekem, sok kedves kollégámnak, hogy ők még mindig ezekbe tudnak igazán jót produkálni. Ez egy iskola. Ha ezek a dalok ennyi éven keresztül éltek, akkor nekik is egy jó iskola, hogy hogy tanuljanak meg énekelni. A kaposmenti fiatalok találkozója számára is kihívás, hogy a jövő generációi hogyan értékelik mindazt az értéket, amelyet a találkozó hordoz. És ez dönti majd el hosszú távú létének sorsát is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!